Hírstúdiónk vendége dr. Szalai Anna Mária szakgyógyszerész, akivel az egészséges tápanyagbevitelről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy hogyan látja a gyógyszerész a koronavírus hatásait. Mai vendégünk dr. Szalai Anna Mária szakgyógyszerész. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy a mai napon az önök vendége lehetek. A koronavírus megjelenésével számos kérdés merül fel. Köztük az egyik, talán a legfontosabb, hogy miben más ez a vírusbetegség a rendhagyóan minden évben megjelenő influenzás megbetegedésekkel szemben. Ez a megbetegedés, amelyről tulajdonképpen az elmúlt hetek és hónapok, talán fogalmazhatok így, szóltak, és nagyon nagy mértékben megváltoztatta valamennyünk életét. 2019 év végén jelent meg a Távol-Keleten, Kínában, és tulajdonképpen 2020-ban jelent meg az európai kontinensen, illetve nálunk, Magyarországon is, és ez egy olyan komplex tünetegyüttes tulajdonképpen. A vírus elsődlegesen a légzőszervet betegíti, de szokatlan módon, szokatlan hevességgel zajlódhat le ez a megbetegedés, és tulajdonképpen még más olyan tüneteket is produkál, amely más légúti megbetegedésekre, akár az influenzára szokatlan. Amiben megegyezik, az mindenképpen a láz, a köhögés, de itt a köhögés típusa is tulajdonképpen eltérhet, a láz makacs és szokatlanul magas volt, illetve egy új tünet, amivel eddig nem találkoztunk, ez a légszomj. Tehát tulajdonképpen ezek azok a fő tünetek, amelyek az elmúlt hetekben már olyan sokszor találkozhattunk a médiában, a televízióban, illetve a különböző sajtótermékekben is, és tulajdonképpen a kormányzati híradásokban, amelyben hát felhívják a figyelmet a megbetegedés súlyosságára, fontosságára. Sok felületen, fórumon hallunk arról, hogy ki az a korosztály, akit a leginkább érint, illetőleg arról is eltérő adatok vannak, hogy ki az, aki hamarabb túlesik rajta, ki az, aki később. Ez valami befolyásolja-e? Még visszakapcsolva egy kicsit az előző kérdéshez, az is egy szokatlan dolog ennél a betegségnél, hogy tulajdonképpen akár hosszú, akár két hét is lehet a lappangás ideje. Tehát itt a járványügyi szakemberek, itt a oly sokat hallott karanténok, hatósági vagy házi karanténok meghatározásánál is ezt vették figyelembe. Az influenzánál egy néhány nap tulajdonképpen, viszont ez a két hét akár valóban nagyon hosszúnak tekinthető, és az, hogy kik is a leginkább fogékonyak, erről is már nagyon sokat hallhattunk, az a tapasztalat, hiszen szeretném én magam is hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon új betegség, és tulajdonképpen a szakemberek is csak most tanulják ennek a vírusnak a viselkedését, hogy elsődlegesen legjobban az idősebb korcsoportot, tehát a 65 év feletti korosztályt érinti. Ezért is mondják el minden fórumon, és szeretném én magam is elmondani, tehát hogy elsődlegesen a 65 év feletti korcsoport az, aki fokozottan fogékony lehet. Életkoruknál fogva az esetleges, eddigre kialakult társbetegségek kapcsán, és ezért is szólnak így a kormányzati intézkedések, akár hogyha a mindennapi életben, ugye a mindennapi életet elősegítendő, az üzletekben való vásárlás és dolgokkal gondolunk, hogy ugye őhájuk kell fokozottabban figyelnünk, és ezért van számunkra is ez bevezetve, hogy 9-től 12-ig egy olyan idősávot kell biztosítani, amikor a létszükséghez fontos bevásárlásaikat tulajdonképpen meg tudják tenni, tehát a legfontosabb, amit eddig tudunk a megelőzéssel vagy a vírussal
való küzdelem szempontjából, hogy tartsuk meg azt a bizonyos legalább másfél méteres védőtávolságot. Milyen ételekkel tudjuk erősíteni az immunrendszerünket, milyen vitaminok fogyasztása ajánlott? Az étkezésen is tulajdonképpen nagyon nagy hangsúly van, mint ahogy mindig is beszéltünk erről, a tavasz amúgy is mindenképpen egy olyan veszélyes időszak, amikor az immunrendszerünk természetes módon is egy picit megfárad a hosszú tél és az esetleges kórokozókkal való találkozás kapcsán. Így tulajdonképpen amúgy is előtérbe kerülnének a tavasz ajándékai, tehát azok a zöldségfélék, gondolok itt a salátára, a retekre, az újhagymára, tehát amelyek ennek az időszaknak amúgy is a jellemző újdonságai, de nagyon jótékony hatású lehet, és a szervezetünk védekezését segíti elő, azon kívül, hogy egyfajta gasztronómiai élvezet is lehet a finoman elkészített cékla, vagy a savanyú káposzta, vagy tulajdonképpen nagyon sokan ajánlják a fokhagymának, akár a különböző ételekhez való, de nyers fogyasztását, és a közeli hetekben azért egyre több gyümölccsel is fogunk tudni találkozni, amelyek lehetőség szerint majd a hazai kertekből valók, úgyhogy ezeknek a fogyasztását is nagyon ajánlom, és tulajdonképpen a vitamin készítmények közül is, ahogyan az elmúlt hetekben szintén lehetett hallani, tehát mindenképpen az elsődleges a C-vitamin bevitelének az elősegítése, a D-vitamint tartják nagyon hasznosnak, a különböző nyomelemeket, nagyon sok olyan készítmény kapható, amelyekben akár komplex módon valamennyi szükséges komponenst megtalálhatunk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen a figyelmet, és valóban itt a téma kapcsán is jó magam, és csak azt tudom mondani, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egymásra, és aki csak teheti, maradjon otthon.